gyakorlatilag egy modern kialakítású intézmény az új funkciót megfelelően, tehát a régi épületben nagyon-nagyon kevés, az a lépcső, ami fölvisz a főbeáramlat, az eredet és a két falon szoba. Téglafor épületben volt két belső udvar, egy világítás a célra, ide építettek két raktárfornyot, ezt kell képzelni, hogy a másodiktól a hetedik szintig, tehát 2, 3, 4, 5, 6, 5 nagyon magas jávőzet is van, emellette 5, 11 fogját látni, 2 méterrel van a magasabb szintet alakítottak ki. Ezek az önök toronyraktárak, ezek vas, ilyen 16 méteres betonlábakon a vasáros épületek külön, kitöltik az udvar, de külön állok, ezek viselik a súlyt, és majd összekötik a részt. Egy lift szállítja a könyveket. Ennyi nagyon röviden, amit el lehetett mondani. Itt megjött a kollégám közben, Barnaföldi Gábor, a raktári osztály csoportvezetés, akkor tovább jön, hogy ő kalauzolja. Fél év volt a könyvek feltöltöztetése, tehát a költözések megnyitása előtt. Azt kérném, hogy jöjjenek oda, hogy pár szót mondjak, és utána annak jegyében tud, igen, esetleg tudnának arra figyelni, meg visszafele jó. Tehát megpróbálok rövid lenni. 2x12 ilyen raktárat fognak, illetve hát ugyanilyen raktár, nem megyünk be mind a 2x12-be, de 2x12 ilyen raktár van, majdnem teljesen egyformák. Az itt látható, mi folyométerben mondjuk a könyveket, ezekben ez a folyométer, a könyvtár törzsállománya körülbelül 100 kilométert tenne ki, hogyha ezt sorba raknánk egymás mellé ebbe a 2x12 raktárba. Itt meg láthatják, hogy a könyvek még különböző nagyságrendben vannak. A régen a könyvtárban úgy, ahogy volt, méret szerint jöttek be, nem szabályozták. Később a rekatalogizálás folytán, majd lemegyünk egy újabb raktárba, ahol már egyforma méretű könyvek vannak, a jobb helykihasználás érdekében. Most majd a könyvkiadó állomás, ott még nem voltatok, ugye? Akkor fordítva van, onnan jön le a kérés ide, ebbe a kis telelift kocsiba. Három kollégánk visz, úgy mondjuk, gondoz, illetve egy kollégán gondoz három szintet. Itt ezzel az egyszemélyes lifttel közlekedik a raktárokon belül. Egy helyen megkapja a kérést, és ő tudja a jelzetek alapján, hogy melyik szintre szól. Beteszi, bekódolja, és fölküldi a könyvkiadó állomásra. Ez a telelift egyik legstabilabb része az OSK-nak. Már 85 óta egyfolytában működik, mint a villanyvonat, tehát a simbe van a áram, de erős áram, vagy gyenge áram, és ezért nem ráz. Itt vannak a kódok, az 5-20, de hogyha fölküldjük. És ezt majd fönt még megnézzük, elnézést, hogy közben szóltjuk, hogy fönt a állomáson a indulat majd megmutatjuk, és el is mondom, hogy... mentek a telelift igen, a központiba is. Ez még... Érthető lesz a kettő egyben. Tehát itt régi könyveket látnak, és lemegyünk majd egy másik szintre, ahol új könyvek vannak, ahol már méret szerint egyformák, és az szerint van a jelzet. Ott a... oldalsó részeken vannak ilyen látványos bőr és egyéb kötések is, hogyha ami ilyen régi könyv jellegű.
azért müncheni szakrend, mert a müncheni, tehát a müncheni státum habbibliotek, tehát a Bajor könyvtár alapján képviselhetett 1800-as évek második felében Barna Ferdinánd nevezetű. Gondoltam, hogy ki megyünk a kocsó. Igen, tehát 52 óta már méret szerint van, A, B, C, D, E méretű, most nem tudom pontosan megmondani a mérethatárokat, de itt csak B méretük van, mert ez a hely kihasználás szempontjából nagyon jó. Igen. Ez a leggyakoribb méret, ez a B méret, mert tudjuk regények, meg egyébként ilyen formátumban jelennek meg. Vannak a méretek. Igen. Jöttem el. Megjöttem el. Viszont egyszerűen. Volt olyan kollégám... Ezek már nagyobb könyvek. Ez az a hely, újra mondom, ahol átjárható, itt volt átjárható a könyvtár, ezt utólag építették be, itt látni a volt évekből. Szellőzők. Itt látható, hogy ez a boltíves rész, tehát behajtó. De sok mindent eltakartak, tehát már sok helyen elnézett, takarja a régi feltereket. Látnak H, ezek a jelzett H, ez itt hírlapot jelent, tehát a H-val kezdődő számok, tehát H betűs után számok, itt hírlapot jelent. A C az nagyságot, de az első az. Tehát, ha bármilyen jelzetben H van, az a szent egy hírlap. Szóval ki se lehet találni olyan neveket, mint ami... Thank you.
ezek az újságokban. Tehát itt ezek olyanok, hogy ez már csak jobb nézni. A kollégája. Hát nem jó fele jött. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez az ország legnagyobb könyvrestauráló műhelye, ami létezik jelenleg. A magyarországos levéltár is rendelkezik egy viszonylag nagy restaurátor műhelye, de hát ott a művel az egy levéltár, ott kicsit más a profilja, ugye, mint egy könyvtárnak és a könyvtári munkának és a könyvtári restaurátor műhelyeknek. Három műhelyt fogunk megnézni, és gyakorlatilag itt a restauráláshoz szükséges összes elszerelést fogják látni. Kérek mindenkit, hogy ne nyúljanak semmihez, ha lehet, vagy ha nagyon muszáj, akkor szóljanak nekem is, akkor én lapozok, hogy valami történik. Jó? Menjünk meg ide az visszaírjuk betűket, vagy
ilyenek, hanem tulajdonképpen a hordozónak a fizikai állapotát szoktuk megerősíteni, kiegészíteni. Ott például egy plakátot látnak éppen restaurálás alatt, látható, hogy körbe lehet menni nyugodtan itt az asztal körül. Az egy olyan tisztító tünke, ahol az olyan penészes könyveket szoktuk kisöpörni, amik károsak volnának ugye a mi egészségünkre, tehát hogy nem is szívjuk el a könyvből kikerülő penészgombákat, hanem ott egy olyan filterrendszer és elszívó rendszer működik abban a berendezésben, amiben ezt nyugodtan megtehetjük. Itt éppen a Győri Rajziskolának a rajzait láthatják, ezek most kerültek ide a restaurátor műhelybe. Most fogjuk őket először egy tisztítási folyamaton végigvinni, majd utána jön a restaurálás, a kisimítás, a különböző szakadások megjavítása, amihez különféle anyagokat használunk. Hogyha... Ez bérmunka emelés? Nem, ez az itteni anyag. Ez ide kell. És egy papírnak tulajdonképpen a tisztítását többféleképpen lehet elvégezni. Először is egy száraz tisztításon kell, hogy átessen. Ott láthatják a száraz tisztítás fázisát például. Pont ugyanilyen a Győri Rajziskolában az egyik példány. Különféle rabjókkal, porecsettel tisztítjuk meg először a felületet. Itt egy gyönyörű szép páncélszekrény, erre figyelmet föl a figyelmet, egy gyönyörű szép a fogantyúja. És ha ide jönnek, meglátják, hogyha húzok itt a szélén egy csíkot ezzel a radírral, látszik, hogy mekkora tisztulás megy végbe. Különféle préseket kell, hogy használjunk, és viszonylag nagy asztalterületekre van ugye szükségünk ahhoz, hogy a különféle nagyságú dokumentumokat kezelni tudjuk. A tisztítás következő fázisa a mosás, amit a következő helységben láthatnak, hogy mekkora nagy mosókádatra van szükségünk. Úgyhogy szóljanak, ha nem tudjuk meg. Szóljuk. Ez például Széchenyi alapgyűjteményéből tartozik ez a kötet, tehát a térképtárnak a gyűjteményéből Széchenyi Ferenc térképeit tartalmazza, amik bekötött állapotban voltak, és most éppen az a feladatunk, hogy kiszedjük ebből a késői kötésből, és utána kisimítsuk őket, és ezek után így kisimítva fognak bekerülni egy fiókos szekrénybe. Elmaradtak a többiek. A gépek, még annyi csodálatos gép lesz, hogy... Még ők ezt nem tudják. Így gyönyörű könyveket láthatnak, ez restaurált példány, ez egy félig kész példány, az pedig szintén már egy restaurált példány. Ennek a különlegessége az, hogy a régen ez egy fatáblával készült könyv. Jöjjenek beljebb, hogy egy kicsit mindenki beférjen. Általában a régi könyvek mindig fatáblával készültek, főleg azok, amelyiken veretek is vannak. És ez a régi fatábla valamikor eltört. És valamikor valaki egy ilyen fűzött pergamentcsíkkal megerősítette, hogy ne vesszen el a fatáblának a külső fele. Úgyhogy a restaurálásnál mi ezt megtartottuk, sőt, ez az úgynevezett tükör sem kerül újra kiragasztásra, pont azért, hogy látható legyen, látható maradjon ez a régi amikor is. Ugyanezt megtartottuk itt az előoldalon is, a bőrt itt nem egészítettük ki, azért, hogy látható maradjon ez az érdekes fűzés. A csatokat és a vereteket is általában pótolni szoktuk, ez már egy pótlás, mert elveszett ennek a vereteket. A felült nagy részt a főtár kiállításáját, a patáktőt látta. Azon az asztalon pedig egy nagyon érdekes és kiállítással készültem önöknek, ott egész kecskebőrt látnak, és egy egész
piciket is borjú pergament, és azoknak a festett változatait. Ezeket használjuk a kiegészítésekhez. Ha valaki még nem látott pergament, és nem tudja, mi a bőr és a pergament közt a különbség, akkor röviden annyi, hogy a bőr az egy cserzett kikészítésű, tehát cserzés által nyeri el ezt a puha állagát, míg a pergament egy nem cserzett bőr tulajdonképpen, a pergament is egy bőr. De viszont sokkal merevebb, sokkal pengősebb tartása van. A régi Mátyás Korvinát ugye pergamellapra írottak, tehát ez. Viszont az nem vízálló, ugye? Ez pedig festett pergamenek. Hát hogy nem vízálló? Vagy vízálló? Nem, ha vízbe esik, nem. Az a kikészítésben az a lényeg a pergamennél, hogy ezt egy feszített állapotban készítik ki, és így szárad meg. És a rostok akkor egy ilyen borzasztó feszített állapotot vesznek ki. Amikor igen vízéri vagy nedvesség változás történik, akkor ez persze megszűnik, mert a rostok közében megy a nedvesség, megduzzadnak, és elkezd hullámosodni. Tehát tulajdonképpen ezért nagyon fontos a páratartalom a rostok számára, hogy a pergamennél megmaradjon ez a feszített változat. Megfoghatják, igen. Bőrszalagra, éppen egy makett készült bőrszalagra fűzve, az pedig egy elég régi veretes könyv, amit majd kinyitok, hogyha majd innen kiélesztik a fotózás. Mindjárt megmondom pontosan. Ugyanúgy vannak a napok, mint most. Meg lehet nézni, hogy mi mindent jelöltek annak idején ebben a naptárban. Nagyon érdekes. Időjárástól kezdve minden megvásolt. Engedelmes széle, mértékletes, elegyes, engedelmes széle. Kézimerítésük a mondást, kézimerítésük. Igen, tehát így olvasandó vég. Tehát a szöveget. Ez az előjön Bánó Márkétel Mátyás kínálja. Ja, bőt máshol van. Hát nyilván időjárás, ez fűződő szövege. Én is meg. Ja, meg. Ez szerintem meg vendége, hát meg etetett. Ilyen a kavart. Nyilván. Meg. Tehát nem csak papírra. Ja, meg etetett. Hanem pergamenten. És ördögűző. Tehát tényleg érdekes. Nevek. Szilordjegyek. És ez pedig az, hogy igen. Máshogy ezer. Gyönyörű szép aranyozott pergament darabolal van megragasztott a papírnak. Ez is a régi kapának feladó. Biztos.
Ez egy megázott és egy teljesen elpenészedett lapú könyv, nem is egy, hanem több. És ez pedig ugyanennek a sorozatnak egy már félig restaurált példánya, tehát a papírok itt már kiegészítésre kerültek, megtörtént a fűzés, és most innentől a kötés helyreállítása következik. Csak így átdobjuk a sajtó közelét. Átköpjük. Hát igen. Bocsánat. Belállok mindenhova. Nem. Köszönöm.